Ez nem mérgezés, mert a mérgezésnek kint van a cipókája, és össze van görnyedve a méhecske. Megfagytak, hogy ez a terület? Meg, ledermedtek kint, igen. Már pusztulnak a méhei ennek a tolnai méhésznek. Az elmúlt napok szokatlanul csapadékos időjárása okozta a halálukat. Az eső miatt nem tudnak kirajzani, így enni sem, pedig most virágzik az akác, a méhek egyik fő tápláléka, és a hazai méztermelés egyik legfontosabb növénye. Kedden még jártak, akkor még hordtak is mézet, és az ott a vége. Tehát az eső, ez kimossa az akácot is, tehát úgy van az akácnál, hogy ilyen 20-25 fok körül hőmérséket kéne, ahhoz, hogy mézeljen. Éjszaka pedig ilyen 15. Sajnos ez nem létezik ebben az időszakban most. A méhészek kára már most is hatalmas. A szakértő azt mondja, azok közül, akik csak az akácból élnek, többen tönkre is mehetnek a szezon végére. Az első akácvirágzásunk dandárját, azaz a fővirágzási időt tette tönkre. Ha egy átlagos évünk lenne, ami 10 000 tonna akácot jelent, akkor már kijelenthető, hogy a fele ennek a mézmennyiségnek már nem fog megteremni. Körülbelül forintosítva, 6-7 milliárd forint kiesés. Ha néhány napon belül nem fordul jobbra az időjárás, akkor már most is hatalmas kiesés a kiskereskedelmi árakban is visszaköszön majd, vagyis nagyon drágulhat a méz az esős május miatt. A méheknek egyébként, ha el is áll az eső, még napokra lesz szükségük ahhoz, hogy újra táplálékhoz jussanak. A virágok ugyanis nagyjából 2-3 nap alatt lesznek porzóképes állapotban.